diákok oltása szerdáig jelezhetik a szülők, ha kérik gyermekeik iskolai oltását. Új csomagröntgen, modern technológiát használnak a vámosok a határon. Győzelem Kisvárdán, a hazai fiatalok nyerték meg a bajnokok kupáját. Jövő hétfőn indul a diákok kampányszerű oltása az iskolákban. A kezdeményezés célja, hogy azoknak a 12 év feletti gyermekeknek, akiknek a szülők nem tudtak időpontot foglalni, az iskolákban is elérhetővé tegyék a koronavírus elleni védőoltást. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Szerdáig, augusztus 25-ig kell jelezniük az iskola felé a szülőknek, hogy kérik vagy nem gyermekük beoltását a program keretében. A pedagógusok interneten vagy telefonon vették fel a kapcsolatot a szülőkkel. Az oltás Pfizer vakcinával történik, az iskolaorvosok, a házi orvosok és a védőnők bevonásával. A nyári immunitás kapcsán azt mondják, hogy egy 80% jelent biztonságot. Én azt gondolom, hogy mindent elkövettünk annak érdekében, hogy eljussunk a szülőkhöz, hogy felhívjuk erre a figyelmet. Reméljük, hogy azért ennek a közelébe fogunk kerülni majd iskolai szinten is. Idén rendhagyó módon oltási akcióval kezdődik a tanév a 12 év feletti diákoknak. Szerdáig kell visszajelezniük a szülőknek, hogy kérik-e vagy sem az oltást gyermeküknek. A nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumban a tervek szerint már kedden összesítik az igénylők számát. Az osztályfőnökök interneten vagy telefonon keresték fel a szülőket. Arról, hogy hányan vették fel májustól az oltást, eddig nem kérhettek információt. Most erről is képet kaphatnak az iskolák. Az igénylőlapon pontosan ez van, hogy kér, oltva van, és egyáltalán nem kér. Mi nem vagyunk hatóság, tehát természetesen egyetlen szülőt sem tudunk kényszeríteni arra, hogy ezt akár így, akár úgy kitöltse. A mi feladatunk, én azt gondolom, az, hogy megértessük a szülőkkel, hogy nem szeretnénk még egy évet az otthoni nappaliból tanítani, és a jelenléti oktatásnak alapvető feltétele az, hogy védettek legyenek minél többen. És ebben én úgy érzem, hogy partnerek a szülők. Az intézményben egy belépő és egy végzős osztály igénylését összehasonlítva az derül ki, hogy a felsőbb évfolyamokban magasabb átoltottságra lehet számítani. 32 főből mindössze 5-en nem kértek vakcinát. A 14 éves korosztálynál nagyobb a különbség. 37 fős osztálynál 15-en nem veszik majd fel az oltást. A Zrínyiben 18 osztályt indítanak szeptemberben összesen 644 diákkal. Köztük sokan határon túlról érkeznek, emellett kollégium is működik az intézményben. Az oltási akcióhoz szükséges feltételek itt már adottak. Az orvosi szoba külön udvari bejárattal rendelkezik, hűtőt is biztosít az intézmény, a szükséges informatikai rendszer telepítése pedig folyamatban van. Valójában az iskolaorvos fogja eldönteni az oltási napokat, én úgy tudom, hiszen ő neki van alapmunkahelye, tehát valahol ő rendel, folyamatos jelenlétet kell biztosítania a körzetében. Mi, ahogy doktornővel tegnap tárgyaltunk, a másodikát és a harmadikát azért tartanánk célszerűbbnek, mert az lényében nagyon nagy a vidéki tanulók aránya, és nem lenne célszerű, hogy most 30-án bejönnének, hazautaznak, egy nap múlva beköltözés van a kollégiumban, tehát talán sokkal könnyebben megoldható az operatív feladatrendszer, hogyha már akkor oltjuk a gyerekeket, amikor eleve van tanítás. Az intézményvezető azt is elmondta, ahogy tavasszal, úgy most is igazolt hiányzásnak számít majd, ha az oltástól esetleg belázasodik a gyermek. Fontos, hogy a 18 év alatti diákok a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozattal menjenek az iskolai oltópontra, a 18 évet betöltött diák pedig a jelentkezési lapot vigye magával. Ezeket a szülők e-mailben megkapják. A második vakcinát az első oltást követő 3 hét múlva adják be az iskolában, ahol az első oltás is történt. Nem csak a koronavírus járvány negyedik hullámára kell felkészülni, hanem az allergiára is. Országszerte extrém magas szintet ér el a parlagfű virágporának mennyisége. Az allergiás tünetek nagyon változatosak lehetnek, az emberek mintegy 30%-át érintik az egész világon. Magyarországon a becslések szerint eléri a 2 milliót az érintettek száma. Kezelés nélkül a légúti allergiás tünetek nem múlnak el, idővel akár újabb allergiák alakulhatnak ki.
A kedd reggeli pollen térképen egész Magyarország vörös, vagyis extrém magas a parlagfű koncentráció. Az üröm is egy gyakori allergén, sokan szenvednek tőle, a napokban az ország déli részén kívül szinte mindenhol. Mindkettőnél augusztus vége, szeptember eleje a főszezon. A gombaspórák pedig főleg nyugaton keserítik meg most az allergiások mindennapjait. A statisztikák szerint évről évre több az allergiás beteg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Az, hogy pontosan mennyi allergiás beteg van, az sajnos nem ismert, ugyanis ez nem egy bejelentésre kötelezett megbetegedés, viszont tudjuk, hogy maga az allergiára való hajlam, mint betegség öröklődik. Tehát évről évre lényegesen nagyobb a száma, mint a korábbi években volt. Durván azt mondhatjuk, hogy körülbelül minden tizedik ember valamilyen allergiában szenved, ez lehet ugye légúti, bőrgyógyászati, illetve gyomorbérrendszeri allergia. A parlagfű allergia a mi környékünkön, a mi megyénkben mindig olyan augusztus 20-a körül kezdődik, jellegzetes allergiás tünetekkel, úgy mint az orrfolyás, a tüsszögés, a szemviszketés, könnyezés, lágyszájpad viszketés, illetve köhögés fulladás formájában is megjelenhet. Ha ezek a tünetek súlyosbodnak, érdemes felkeresni egy szakembert, aki pontosan meg tudja állapítani, mire vagyunk allergiásak és hogyan lehet azt hatékonyan kezelni. Kezelés nélkül a légúti allergiás tünetek nem múlnak el, épp ellenkezőleg idővel újabb allergiák alakulhatnak ki, szövődményként pedig asztma is jelentkezhet. A krónikus ornyáka hártya gyulladás miatt pedig fogékonyabbak lehetünk más betegségekre is. Mindenképpen szakemberhez kell fordulni, amikor először gondolunk arra, hogy allergiás megbetegedésünk van, fontos lenne tudnunk, hogy mire vagyunk allergiásak, melyik időszakban kell felkészülnünk a különböző házi praktikákra. Értek itt ez alatt étrendbeli változásokat, ugye köztudott, hál' Istennek már a betegeink körében is elterjedt, hogy bizonyos ételek és az allergének között keresztreakció van. Ugye mivel most parlagfű allergiáról beszélünk, beszéljünk erről a keresztreakcióról. Itt a dinnye, a sárga dinnye, a görög dinnye, sajnos a citrusokféle, a mangó, a citrom, étolaj, napraforgómag, ezek keresztreakciót adhatnak, és ugyanolyan tüneteket, sőt, itt megjelenhet már a gastrointestinális, tehát a gyomorbérrendszeri tünet hányás hasmenés formájában is. A másik praktika az, hogy ebben az időszakban kerülnünk kell a pollennel nagyon terhelt környékeket, például réteket, mezőket, erdőt. Nem javasoljuk, hogy ebben az időszakban parlagfű allergiás beteg például erdőben fusson, ahol nagyon sok a pollen. Léteznek immunrendszert erősítő injekciók is, amelyek 60-70%-ban képesek a pollen allergia során kialakuló rohamokat visszaszorítani. Ez fontos lehet, hiszen az előrejelzések szerint másfél évtizeden belül minden második magyar a saját bőrén tapasztalhatja majd az allergiás rohamok kínjait. Új eszközök segítik a pénzügyőrök munkáját mások mellett a Záhonyi és a Beregsurányi határátkelő helyen. A nemrég beszerzett csomagröntgenekkel dohány- és alkoholtermékeket, valamint veszélyes eszközöket is találtak már a navosok. A berendezések jelentősen meggyorsítják és higiénikusabbá is teszik a vám ellenőrzés folyamatát. Munka közben a NAV cigarettakereső kutyája a Záhonyi határállomáson. Ebben a járműben semmi gyanúsat nem talált a négy lábú. Nincs azonban vége az ellenőrzésnek, ezen a ponton akár szét is tudják szedni a kocsi alvázát vagy karosszériáját. Ennek a kisbusznak az utasai sem ússzák meg a razziát, nekik már a csomagjaikat is átvizsgálják a pénzügyőrök. Dobozok, bőröndök, kézi podgyászok kerülnek a közelmúltban vásárolt csomagröntgen szalagjára. Ez pedig már az a kép, amit az ellenőrzést végző navos lát a monitoron a táskák tartalmáról. Tüzetesen kielemzi, ez követően jöhet ki a táska a berendezésből. A három gép megvásárlásához szükséges pénzt 2019-ben egy nemzetközi pályázaton nyert el az adóhivatal. Ezekből került egy-egy Záhonyba és Beregsurányba. Az eszközök azért nagyon előnyösek, mert meggyorsítják az utasforgalomnak a csomagátvizsgálását, illetve biztonságosabb és higiénikusabb a pénzügyőröknek is, az utasoknak is az áthaladás a határon. Piros fényjelzi a röntgen működését. A berendezések azért is hasznosak, mert így az utasok csomagjainak ellenőrzése gyorsan és elkülönítetten történhet. Az átvilágítással a pénzügyőrök az egész csomag tételes ellenőrzése helyett célzott vizsgálatot végezhetnek. A készülékek szolgálatba állítása óta eltelt mintegy másfél hónapban, több tízezer alkalommal ellenőrizték a belépők podgyászait. Elsősorban dohánytermékek és alkoholtermékek kiszűrésére használják ezeket a határon,
amelyeket nem jelent be egy utas a beutazása alkalmával, de volt már arra is példa, röszkén júliusban egy csomagban különböző viperákat, boxereket, illetve késeket is találtak a kollégáink. Régóta célja a NAV-nak a cigarettacsempészet visszaszorítása, amelyen leginkább az ukrán és szerb határokon találkoznak. Ebben a harcban van jelentős szerepük az új csomagát világító röntgenek alkalmazásának. Kimagaslóan jó volt az idei búzatermés, ezért egészséges és ízletes lesz az idei kenyér is, mondta 35 perc című műsorunkban Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke. A szakember arról is beszélt, hogy a járvány és az infláció miatt idén két lépcsőben emelkedik a liszt ára. Ennek okán számítani lehet arra, hogy a kenyér is drágább lesz. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Magyar Pékszövetség Szent István napi kenyérversenyét, amelyben két kategóriában osztottak díjakat. A Szent István napi kenyér kategóriában a Solymár Gyöngye nyert, míg az innovatív kenyér kategóriában a tiszaparti magvas kézműves kenyér. Lakatos Tibor a szövetség alelnöke szerint idén nagyon jó volt a búzatermés, ezért jó kenyér várható országszerte. Kimagasztó jó eredménye volt a búzatermésnek, hiszen a kevesebb vetőterületen nagyobb hozamot értek el a gazdák. Tehát igazából maga a időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy jó minőségű búza került ki a malmokhoz, és a malmok ugye jó minőségű búzából tudtak övezni a lisztet. Ugye ezt tudjuk jól, hogy az elején még ez a friss búza, az még nem teljesen alkalmas a kenyér készítéséhez, tehát most még az elején ugye keverik a tavi búzát az idei búzával, és ugye nyilván ahogy elfogy, onnantól kezdve akkor már csak az új lisztből készült kenyereket fogják dagasztani a pékek. Ebben az évben szinte minden gazdasági szektorban megfigyelhető az alapanyag hiány, ami árdrágító hatású. Ezért a liszt esetében sem lehet kiköszöbölni az inflációt. A Pékszövetség alelnöke úgy számol, hogy a kenyér előállításának önköltsége emelkedni fog. Az persze kérdés, hogy a boltokban ez mekkora drágulást jelent. Az idén is két lépcsős áremelésre számíthatunk a lisztnek a árát tekintve. Ugye azt nagyon tudjuk, hogy egy kiló lisztbe, vagy kiló kenyébe 70 dekaliszt liszt szükséges, ezt dagasztjuk bele, és ugye ezt nagyon egyszerű kiszámolni, hogy eddig ebben az évben bekövetkezett több mint egy 20%-os lisztelemelés, ez igazából biztos, hogy befolyásolni fogja a kenyérnek az önköltségét. Ugye azért nem árat mondok, hiszen a kereskedelem nem fogja meghatározni az árat, hogy ő milyen árpolitikát alkalmaz a sütőipari termékek vonatkozásában. Az nyilván az üzletpolitikájától függ, de az tény, hogy az önköltség ez nőni fog a sütépi termékek előállításánál. A malomipar augusztusban már emelte a liszt árát, de szeptemberben újabb drágulásra számítanak. A liszt áremelkedése éves szinten megközelítheti a 20%-ot. Elemzők szerint a kenyér ára az első fél évben nagyjából 8-10%-kal emelkedett. A fehér kenyér kilója az ősszel már elérheti, sőt akár meg is haladhatja a 400 forintos lélektani határt. A KSH adatai szerint idén az első fél évben a liszt 8, a búza pedig 30%-kal drágult. Érdekes adat, hogy a KSH felmérése szerint a magyarok éves kenyérfogyasztása szinte a felére csökkent 20 év alatt, míg az ezredfordulón fejenként átlagosan 63 kg kenyeret fogyasztottunk el évente, addig manapság mindössze 37 kg-ot. Azaz, ha el is éri a 400 forintos határt a kenyér ára, akkor is fejenként egy évben 14.800 forintot költünk kenyérre. Már csak néhány nap van a nyári szünetből, hamarosan itt a szeptember, és ezzel együtt a fűtési szezon. Ilyenkor érdemes megvizsgáltatni a kéményeket. A társasházaknál mindez kötelező, és a fűtési szezon kezdetéig ingyenesen elvégezhető. A családi házak esetében is minden évben javasolja a katasztrófavédelem az átvizsgálást, és ha szükséges, akkor a seprést, hiszen minden hatodik lakástűz a kémények rossz állapota miatt következik be. Nem kell már sokat várni arra, hogy füst gomolyogjon ezekből a kéményekből. Nyáron sokan inkább a hűtéssel, nem pedig a fűtéssel foglalkoznak, érdemes azonban előre gondolkodni. A kémények átvizsgálása, szükségszerű tisztítása csak alig több mint fél órát vesz igénybe.
Adott esetben azonban akár életmentő is lehet. A vizsgálat ráadásul nem kerül pénzbe, és ugyan a családi házaknál ez nem kötelező, még a fűtési szezon előtt rávilágíthat a rendszer hibájára. Ezeknél a jogszabály nem kötelezi a tulajdonost a kéményseprésre, vagy a kéményseprők fogadására, illetve a úgynevezett égéstermék elvezetők kötelező felülvizsgálatára, de rendkívüli módon ajánljuk ezt, hiszen saját magunk, környezetünk, a velünk együtt élők biztonságára van szó. A megyében 2021-ben ez idáig 63 tűzeset következett be a kéményekkel kapcsolatban. Tulajdonképpen minden hatodik lakóháztűz visszavezethetők az égéstermékkel elvezetőke probléma körére. A társasházaknál viszont már kötelező a kémények vizsgálata, ezt hivatalból elvégzik a kéményseprők. Itt a munkáért magánszemélyeknek nem, egyéni vállalkozóknak és cégeknek viszont fizetniük kell. Ráadásul ezt a tevékenységet nem a katasztrófa védelem munkatársai, hanem kéményseprő cégek végzik. Legalább 15 nappal a tervezett kéményfelülvizsgálat ellenőrzés megelőzően a kéményseprők tájékoztatást fognak adni az ellenőrzés időpontjáról. Ezt meg fogják tenni úgy, hogy vagy a postaládába dobnak értesítést, vagy kifüggesztés módján tájékoztatják az ott lakókat. Ilyenkor ugye célszerű fogadni a kéményseprőket, de amennyiben ez nem lehetséges, akkor lehetőség van még 30 napon belül egy másik időpont kezdeményezésére. Ezen túlmenően már csak díjfizetés ellenében tudják a kéményseprők elvégezni társasházaknál ezt a számukra kötelező, hangsúlyozottan kötelező kémény ellenőrzést, illetve felülvizsgálatot. A családi házban élők a 1818-as telefonszámon vagy a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon igényelhetnek kéményseprést, a társasházban élők pedig a következő 2-3 hétben számíthatnak még a szakemberek érkezésére. Jelentős árcsökkenésnek leszünk tanúi szerdán a hazai benzinkutakon. A benzin ára 7 forinttal csökken literenként, a gázolaj pedig 5 forinttal kerül kevesebbe holnaptól. Így a 95-ös benzinért átlagosan 438 forintot, míg a gázolajért 435 forintot kell fizetni. A Kisvárda csapata nyerte a hétvégén rendezett U16-os bajnokok kupáját és Neumann Gábor emléktornát. Az eseményen több külföldi együttes, többek között a Dinamo Kijev utánpótlás gárdája is részt vett. A várdai fiatalok a döntőben 0-0-ás végeredmény után büntető párbajban múlták felül a Puskás Akadémiát. A Kisvárda U16-os együttese uralta a finálé rendes játékidejét a felcsútiakkal szemben a Várkerti stadionban. A hazaiak több nagy helyzetet is kidolgoztak a második félidőben, de vagy hiba csúszott a befejezésekbe, vagy az ellenfél kapusa hárított. Végül gól nélküli döntetlennel ért véget a 2x30 perces döntő. A büntető párbajban aztán már a várdaiak bizonyultak higgadtabbnak, 4-2-es győzelmükkel otthon tartották a trófeát az első bajnokok kupáján és Neumann Gábor emléktornán. Erőben és játékban is úgy gondolom, hogy felül tudtuk múlni a Puskás Akadémia csapatát. Az, hogy már a 11-es rugásoknál hogyan dől el az első hely sorsa, az már azért kicsit a szerencsén is múlik. Habár nem volt véletlen az, amikor az utolsó percben kapust cseréltünk, hiszen azért Márton Ákos a 2 hét időszakában remekül védte a 11-eseket. Tehát ez tudatos volt, de hál' Istennek be is jött. A két magyar csapat mellett a Dinamo Kijev, a Hajduk Split, a Munkács és a Csíkszereda utánpótlás gárdái vettek részt a tornán. A Kisvárdai Egyesület sportigazgatója szerint ezzel a nemzetközi viadallal méltón emlékeztek meg a tavasszal elhunyt Neumann Gáborról, aki az akadémia igazgatójaként, később tehetséggondozójaként sokat tett az utánpótlás nevelés fejlesztéséért. Köszönettel tartozunk a Gabinak, mivel ezt az egészet ő szerette volna megvalósítani, sajnos már nem élhette meg. Közrejátszott természetesen a Covid ebben, mert a tavalyi szezonban is terveztük már egy hasonló tornát. Azt, hogy most az ő nevét viseli, ez a szomorúságom, de ez egy méltó emlék neki. És mutatja, hogy milyen hatalmas léptekkel fejlődik a klubunk. Nem csak a győzelem miatt, hanem eleve, hogy ilyen patinás klubok elfogadták a meghívásunkat. És
véleményük szerint nagyon jól érezték magukat. Ráadásul az első nap olyan mérkőzések voltak, amely igaz izgalmakat, kemény csatákat hozott. A mai napra egy picit fáradtabbá váltak, érthetően a nagy melegnek, illetve a hosszú utazásnak és a sok mérkőzésnek köszönhetően. Sesztek Miklós országgyűlési képviselő arról beszélt, a stadionban uralkodó jó hangulat, valamint a csapatok sportszerű küzdelme nemzetközi szinten is jó hírét viszi a városnak és a futballklubnak. Akik itt voltak az elmúlt két napban, amit éreztek, az önmagukért beszélt, hiszen több száz néző, fiatalok, akik kitették szívüket, lelküket azért, hogy jobb legyen, mint a másik, itt harcoltak, azt gondolom, hogy ez a sport. Én büszke vagyok nagyon, ezt a tornát meg tudtuk rendezni, és ahogy elmondtuk, jövőre veletek újra ugyanitt. A klub előjáróinál pedig már megfogalmazódtak a tervek, szeretnék kibővíteni a korosztályos tornát, és a jövőben a Magyarországtól keletre eső valamennyi bajnokcsapatot meginvitálni az emléktornára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Szerdáig, augusztus 25-ig kell jelezniük az iskola felé a szülőknek, hogy kérik vagy nem gyermekük koronavírus elleni védőoltását. A pedagógusok interneten vagy telefonon vették fel a kapcsolatot a szülőkkel. Az oltás Pfizer vakcinával történik az iskolaorvosok, háziorvosok, védőnők bevonásával. Új eszközök segítik a pénzügyőrök munkáját mások mellett az Áhonyi és a Beregsurányi határátkelő helyen. A nemrég beszerzett csomagröntgenekkel dohány- és alkoholtermékeket, valamint veszélyes eszközöket is találtak már a navosok. A berendezések jelentősen meggyorsítják és higiénikusabbá is teszik a vám ellenőrzés folyamatát. A Kisvárda csapata nyerte a hétvégén rendezett U16-os bajnokok kupáját és Neumann Gábor emléktornát. Az eseményen több külföldi együttes, többek között a Dinamo Kijev utánpótlás gárdája is részt vett. A várdai fiatalok a döntőben 0-0-ás végeredmény után büntető párbajban múlták felül a Puskás Akadémiát. Augusztus 24-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, hírműsorral legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Híreinket addig is keressék honlapunkon és Facebook oldalunkon is. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Késő estére mindenütt megszűnik a csapadék, de továbbra is gomoly felhők sodródnak fölénk. Hajnalra 8-15 fok közé hűl le a levegő. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A hét további részében marad a néhol borús, néhol napos időjárás 30 fok alatti középhőmérsékletekkel.